az Alsó-Némediben elért 17-17-es döntetlen után óriási izgalmakat ígért a davasi visszavágó a felnőtt női bajnokság elődöntőjében. Nekünk ez egy hatalmas siker egyébként, tehát a célunk a 8-ba jutás volt, az már gyönyörű, hogy a 4-be jutottunk. A junior mezőnyben is villogó, nemrég a hónap legjobbjának választott, ezúttal 7-szer eredményes Kotán Ágnes góljával a fehérmezes vendégek szerezték meg a vezetést, de a 6 találatot szerző Banacsák Rebeka remeklésének is köszönhetően a Dabas fordított és ellépett 2-3 góllal. Az Alsó-Némedi viszont ráerősített és 6-6-nál már újra döntetlen volt az állás. Az első 30 perc végéig már nem történt érdemi változás, 10-10-nél vonultak szünetre a csapatok. Fordulás után viszont nagyot változott a játékképe. A 4 gólos Bocskai Bogdárka vezetésével állva hagyta az Alsó-Némedit a Dabas, és előbb 16-12-re, majd 19-13-ra ellépett. Visszajöttünk a második félidőre, és eléggé, szerintem ott az a szünetbe eléggé leültünk. Nem tudtuk felvenni újra a pörgést, és ott nagyon sok volt, sikerült bekapnunk, mi meg sokat kihagytunk, és ott nagyon elment a Dabas. Koncz Anita találatai csak annyira voltak elegendőek, hogy nem nőtt tovább a különbség. A hajrában aztán felváltva estek a gólok mindkét oldalon, a Dabas végül 25-20-ra nyert, így összesítésben 42-37-tel jutott be a Váci döntőbe. Nagyon jól védekeztünk, meg a kapus teljesítményünk, ami kiváló volt, és a támadásunk is azért most már összeállt így a végére. Nyilvánvaló otthon kellett volna előnyre szert tennünk. Itt a hazai pályát azért élvezte, úgy gondolom, az ellenfél jól játszottak, jobban védekeztek, nem tudtuk támadásban megoldani a védekezésüket. Reméltem, hogy a végén azért a gyors indításokkal fel tudjuk hozni, de sajnos ez nem sikerült. A kapusaink sem védtek megfelelő módon, úgyhogy gratulálok a csapatnak. Nagyon sokat dolgoztunk, ezért tényleg a sok sérült ellenére így is ki tudtunk állni, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatomra, és ebben rengeteg munka van, hogy ezt meg tudtuk csinálni.